Éjfél óta nyilvános a képviselők vagyonnyilatkozata. Vezető fideszes politikusok közül Lázár János szántóföldeket, erdőket és mocsarat vásárolt. Rogán Antal rosszabbul él, mint egy éve. Ahogy a 167 milliós dunakeszi villát vásárló Szijjártó Péternek is nőttek az adósságai. Gyurcsány Ferenc viszont jó évet zárt, 168 milliós osztalékot kapott az Altuszból. Novák előtt pedig három görgős székkel gazdagodott. Rogán Antal vagyonnyilatkozatának legfontosabb eleme, hogy a tavaly háromszor módosítotthoz képest nem változott a Fidesz frakció vezetőjének pasaparki ingatlanának alapterülete. A kormánypárti politikus megtakarításai viszont megcsappantak 800 ezer forinttal, és a 30 milliós banki, illetve a 16,8 milliós magánszeméllyel szembeni tartozásból egy év alatt sem sikerült egy fillért sem törlesztenie. Én optimista vagyok. Lázár János tavaly sokat vásárolt, 12-ről 19-re növelte ingatlanjainak számát. Vett egy legelőt, egy töltést és egy mocsarat, valamint két erdőt és két szántót is. A nagy bevásárlás viszont 25,5 millió forinttal megnövelte a miniszterelnökséget vezető miniszter adósságát. Autója viszont továbbra sincs a tárca vezetőnek. Jó napot kívánok! A 167 millió forintos villát vásároló Szijjártó Péternek csökkentek a megtakarításai. Biztosítási eszközalapokban tárolt pénze 7,2 millió forintról 2,8 millióra apadt, és a bank betétjéből is felélt 1,5 millió forintot. A külgazdasági és külügyminiszter azt állítja, családi segítséggel vásárolta az ingatlant, szüleivel szemben 45 millió forintos tartozása van emiatt. Megbízható információ. Gyurcsány Ferenc nem panaszkodhatott. 168 millió forint osztalékot vett ki a tulajdonában álló Altusz ZRT-ből. Ennek egy részét a család tulajdonában álló budapesti ház felújítására és belső átalakítására fordította. Más. Az ellenzék vezetői közül vagyonnyilatkozata alapján Vona Gábor a legszegényebb. Nincs ingatlana, sem értékesebb ingó vagyontárgya, és még a könyve után is csak 190 ezer forintot kapott. Megtakarításai pedig a tavalyi 1 millió forintról 800 ezerre apadtak. Nagyon komolyan gondoljuk, hogy... Novák előtt viszont gazdagabb lett néhány dologgal. Tavaly nem csak új laptopot szerzett, hanem kapott íróasztalt, szekrényt, három görgős forgószéket karfával, illetve egy három fiókos konténert is. Tóbiás József tavaly még egy Skoda Superbel járt, bár azt már korábban jelezte, hogy csak egy évig fogja használni az autót. A négy kereket kettőre cserélte az MSZP elnöke, örökölt egy 125 köbcentis tartan motort. Schiffer András jó évet zárt, visszafizette 961 ezer forintos adósságát, miközben megtakarításai csak 411 ezer forinttal csökkentek. Az LMP társelnökének így már egy forint adóssága sincs, van viszont 3 millió forint megtakarítása. Matolcsi György megtakarításai a duplájára nőttek egy év alatt. Idén már 2,8 millió forintot tüntetett fel vagyonnyilatkozatában. A készpénze viszont jelentősen megcsappant, 2013-ban még 11 millió forinttal rendelkezett, tavaly már csak 1 milliója maradt. A vagyonnyilatkozatok rendszere már egy meglehetősen elavult módszer, és azt gondoljuk, hogy egy olyan eszközre van szükség, ami többre kötelezi a képviselőket, mint amit a vagyonnyilatkozatban számon kér. Szél Bernadett szerint olyan szabályozásra van szükség, hogy pontosan nyomon követhető legyen a képviselők vagyongyarapodása. Az LMP társelnöke úgy gondolja, keményebb szabályozás kell, mint amit egy képviselő bevállalna.